Tehát a Draxili asszonykórus szeretném bemutatni. 2010 karácsony előtt Cselik Mária és a márciusban nagy sikerrel vendégszerepelt Varajti Gizella színjátszókör vezetője, dr. Kovács Istvánné Sztakó Iva felkérte a Draxili asszonyokat, hogy a Kalocsai Sétáló utcában a karácsonyi forgatag keretében a Szent Családjárás néven ismert karácsonyhoz kötődő népszokást adják elő. Ez 9 egymást követő estén való fellépést jelentett. Innét jött az ötlet, hogy márciusban a Varajti Gizella színjátszókör Draxili előadásának szünetében a Kultúrházban a Draxili közönségnek is bemutatkozzanak. Az asszonykórus hatalmas tapsot és biztatást kapott. Ekkora már megérett az a gondolat is, hogy milyen szép is lenne, ha minden asszonynak lenne saját népviseleti ruhája. A gondolat megérett, az asszonyok a tettek mezejére léptek, és mindenki szorgalmasan íratta, hímezte, riselinezte a ruháit. Így ma gyönyörű népviseletbe öltözve énekelnek nekünk. Továbbá szívesen bemutatkoznának a szomszédos falvak ünnepi rendezvényein is. Bemutatom az asszonyokat. Tamás Lajosné, Bogya Borcsa néni. Kollár Andrásné, Teriovó néni. Kollár Ferencné, Pirok Vera néni. Baranyai Imréné, Gömölye Giza néni. Geri Lászlóné, Pirok Csula néni. Ferenc Józsefné, Kocsis Marcsa néni. Tamás Ignácné, Bíbic Erzsi néni. Pandúr Istvánné, Risa Marcsa néni. Szél Kálmánné, Szél Magdi néni. Sebő Károlyné, Polyó Marcsa néni. Az asszonykórus vezetője Kollár Andrásné. Kérem, fogadják őket nagy szeretettel. Mit bánna
A mi házunk előtt van egy tej a rózsafa. Te ide vállatta a rózsa, te ide vállatta a rózsa. Nem lesz ő, vagy ilyet, barna legyéte soha. Jaj, de bajos élete van a mostani lánynak. Szakítok róla. Azt üzente a kedves kis angyalom, hogy küldjek neki róla. Küldjek neki, édes anyám, mert én szeretem, ne mondják a szélre szüli lányom, hogy én csak időjeltem. Kérlek. Elköltöttem az este, a drág szél,
boldogan, és nagyon boldogan. Mindenki jól tudja, hová igyekszünk, elmegyünk a nyugdíjasóba. Itt akarjuk a nyugdíjat elfelejteni, sok-sok székes nyelvállását megszerezni, mert az élet nálunk csak úgy megy tovább, hogyha szépen megértjük egymást. Elszálltak az évek, sajnos elettünk, fiatalok mi már nem leszünk. If you